A gyöngyfűzés fortéjait egy karkötő vagy nyaklánc elkészítésének technikáját ismerhették meg többek között azok, akik szombaton ellátogattak a Rácz utcai kézművesek házába, ahol többféle elfoglaltsággal várták a látogatókat. Karkötőt készítek, és még hátra van sok, de remélem szép lesz. A kis apró gyöngyökkel nem is olyan egyszerű bánni, de a végeredményért megérte aprólékosan alkotni a gyerekeknek. Hát egy kicsit nehéz, de szép lesz a végén majd. És mi az, amit készítettek? Egy hóembert, meg egy gyűrűt. A csipkeverés bonyolultnak tűnő művészetének elsajátítására is volt lehetőség szombaton. Volt, aki már 5. alkalommal vett részt a szakkörön, de akadt olyan is, aki még csak most kóstolt bele a csipke készítésbe. 2 kezdő van most, hát ők ma megtanulták, hogy hogy kell felorsózni, mert az se mindegy, hogy hogy orsozzuk fel, és megtanulja feltenni a műhelyrajzot a párnára, és most az alapveréseket fogom majd nekik megtanítani ma. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó foglalkozásokon az érdeklődők az idén már 23 éves fehérvári kézművesek egyesületét is megismerhették közelebbről. Most jelenleg 10 felnőtt szakkörünk működik, és 1 gyerek szakkörünk. A gyerekeknek havonta egy szombaton tartunk elfogadtságot. A felnőtteknek gyapjúszövés, vászonszövés, goblenszövés, fafaragás, bőrművesség, bútorfestés, üvegékszerkészítés, hímzésvarrás, gyöngyfűzés és nemezelésbe, tehát ilyen ennyi szakkört működtetünk. És várjuk az érdeklődőket, akik szeretnének ezekkel megismerkedni. A kézművesek házában a kisebbek és nagyobbak játékfigurákat, kulcstartókat is készíthettek filcből, fonalakból.